Oldalára borult kamion vesztegel a Berettyó partján Szeghalomnál. Valószínű, hogy a sofőr elaludt vezetés közben, mert a gépjármű féknyomot sem hagyva került a gátoldalba. Itt a szomszéd benzinkúton álltam, mikor láttam, hogy ez a kamion nem kanyarodik a hídra, hanem folytatta az útját és lebukott a gátoldalba. Elkezdtem szaladni, hogy esetleg valami sérülés, hogyha van, akkor tudjak segíteni. De egyetlen egy sofőr volt, nem sérült, nem tudott kijönni a kamionból. A gépjárműnek járt a motorja, úgy állítottam le, hogy a motor oldalán lehúztam egy csatlakozót, de utána már jöttek a tűzoltók és átvették a mentést. A kamion sofőrje apróbb zúzódásokkal megúszta a balesetet, miután a tűzoltók kiszabadították a vezető fülkéből, a mentők megfigyelésre kórházba szállították. Szeghalomnak ez a szakasza már csak a Berettyón átívelő híd miatt is meglehetősen forgalmas. Éppen emiatt gyakoriak az útpálya elhagyásos balesetek. Hát sajnos régebben is nagyon sokszor előfordult, hogy csökmő felől, amik érkeztek személyautók, több leszaladt itt. Hát hiába tették már a sebességkorlátozási táblát, meg minden. Nem figyelnek a sofőrök. És hát sajnos ez a következménye. A balesetben megsérült kamion kiemeléséről és elszállításáról a szállítmányozási cég már gondoskodott.